újra a csatornámon, mégpedig Seattle-ben vagyok. Ez az első alkalom, hogy itt vagyok, és már megyünk is be a városba, délután 3 van, és felfedezzük egy kicsit. Szóval tartsatok velem! Köszönöm! About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. Na, itt vagyunk a Space Needle-ben, az egy ikonikus hát épülete Seattle-nek, a legmagasabb épülete, és oda jöttünk föl, $35 volt a belépő, lehet ilyen más csoportos belépőket is szedni, román supervisorral vagyok itt, és nagyon aranyos Adriánával, és ja. Aztán a terv még a rágógumi falat megnézni, meg még majd sétálunk a folyó mellett. Meg még volt valami. Ja, a legrégebbi Starbucks, ami leégett, most mondta a recepciós, annak az ilyen rekreációját fogjuk megnézni, és felfedezzük. Ez fér bele ma. Aztán, hogy holnap mi lesz, azt majd még meglátjuk. Jó van, majd még jövök. Most megyünk a rágógumi falhoz, tényleg Sikátor utcában van, elég fura szag van itt, és most 100 millió rágógumi van. Pont azt beszéltük Adriánával, hogy olyan szorít kéne, hogy kiteszünk mi is egy rágót, de nem vettünk. De jaj, ne kezdődik, várjatok, mutatok képet. Na itt van. Nézzétek mennyi! Úristen! Elég undorító, de azért muszáj így megnézni. Szóval így néz ki. Hát ezt is csak Amerikában lehet látványosságnak feltüntetni. Jézusom, nézzétek! Undorító! Zseniális. Oh, it's close. Na, itt vagyunk az első Starbucks store-nál. De sajnos bezárt 6-kor, szóval nem tudtam csinálni belülről videót. Amúgy semmi extra, gondolom azért az ízek ugyanazok, de ja, de ugyanúgy néz ki végül is belül, így az ablakon keresztül, mint egy normális. De itt Seattle-ben nyitották meg az elsőt, és elvileg 1912 van ide írva az ablakra, de elvileg a recepciósunk mondta, hogy leégett. Az eredeti, az igazi eredeti, az leégett, és hogy ez csak egy ilyen másolata, vagy ilyen emlékképe, amit mutatnak a látogatóknak, szóval ez nem teljesen az eredeti, de ja, hát egy ilyen emlék sztort építettek, hogy így az emberek meg tudják nézni, meg ilyesmi.
Érdekes, de sajnos bezárt. Na mindegy, jó van. Legalább megnéztük. I'm listening, listening. Jó reggelt! Már másnap van, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat Adriánával tegnap. Ja, érdekes, érdekes város és érdekes látványosságok. A mai program pedig most megyek reggelizni. Látjátok, már el vagyok készülve. Semmi extra, ugyanúgy egy zarás farmer lesz rajtam, és ez a fehér top, meg pulóver, mert azért így kicsit ilyen 15-17 fok van kint, szóval nem teljesen nyári idő, de ja, azért készültem erre. És elvileg 9-kor találkozunk, szóval gyorsan lefutok reggelizni, és ott eldöntjük, vagy van egy vízesés, amit meg lehetne nézni, de ahhoz kéne autót bérelni, vagy van ilyen boat trip, hajókázás. Ez a két program volt megemlítve, de nem tudom, hogy mit dönt a csapat, majd látni fogjátok. Én mind a kettőben benne vagyok, mert azért még itt van másfél napunk, ne vesztegessük el, szóval szerintem jó lesz, és most egy gyors kaja, aztán látjátok, hogy mi volt a döntés. Van. Megnéztük, most végül az lett a döntés, heten vagyunk kint a városban, hogy boat trippel átmenjünk, egy ilyen ferryvel átmenjünk egy szigetre, és ott sétálunk, eszünk majd valamit. De most reggel 9 körül van, hát már 10 fele, és nagyon hideg van. Tehát hát nekünk ez hideg, 15-17 fok, kicsit ilyen derűs. Tehát nem most menjünk, hogy kicsit felmelegedjen az idő, mert a hajón azért fáznánk. Valakinek csak nyári ruha van itt a hotelba. És hát ő, bocsánat, felfelé sétálunk, azért lihegek. Aztán most menjünk a piacra, mert a többiek akarnak venni gyümölcsöt, meg húst, ilyesmiket. Aztán, ja, hát nem tudom, hogy pontosan így mit csinálunk a hajókázás előtt, de majd látjátok. Ja. Hajóra, ami hatalmas hajó, és nem tudjuk, hogy melyik szigetre visz át minket, de
A kollégáim őrültek, hagyjuk. Mindegy, és nem tudjuk, hogy hova megy ez a hajó. Itt vannak amúgy az egész crew csapat, itt van Belgiumból, Szerbiából, Portugáliából, Egyiptomból, mindenhonnan, Franciaországból. Szóval nagyon jó a csapat, és kíváncsi leszek, de amúgy ez egy hatalmas hajó. Szóval alig várom. Ó, megint belefogtam a telóba, bocsánat. Na, sziasztok! Itt vagyunk a Bainbridge Island-en, vagy szigeten, Bainbridge. Mutatom nektek. És gyönyörű ez a sziget. Most, nem tudom, csak sétálgatunk rajta, grab a coffee, valami. Szóval nem tudom mi a terv, de élvezzük a jó időt. Visszafele hajókázunk. Megebédeltünk, hát azt inkább hagyjuk. Mindenki paradicsomlevest evett, ami nagyon finom volt. Aztán én kikértem egy ilyen fermentált epres kombucha drinket, és én nem tudtam italt, és nem tudtam, hogy hát az olyan, mintha alkohol nélküli sör lenne, és ugye én nem iszok alkoholt, mert utálom az ízét, mint tudjátok, és szörnyű volt, szóval $6, kicsit úgy, nem mindegy, de aranyosak voltak, meg mit tudom én, a felszolgálók, aztán úgy volt, hogy megyünk a Waterfront Line-t így megnézni, hát inkább egy ilyen útvonal, így az erdőn keresztül, és vissza meg a folyónál, de csak egy részéig értünk el, aztán megnéztük, hogy mikor megy vissza a hajó, és 5 percünk volt, hogy elérjük, mert utána csak 1 óra vagy 1,5 óra múlva megy vissza, szóval úgy döntöttük, hogy akkor azt kihagynánk a többi részt, de úgy szép volt, hát egy ilyen erdős útvonal, tehát végül is azért semmi extra nincs benne. De azért szép volt, jó volt ez a sziget. Aztán most megyünk vissza. Lehet, hogy most nem lehet, hanem biztos, hogy most csinálunk egy kis neppet, kicsit pihenünk, mert azért Dubájban éjjel 3 lehet. Valahogy így. Tehát azért most mi érezzük a 11 óra eltérést, és aztán megyünk vacsorázni, ha minden igaz, együtt. Szóval ez következik még. Aztán ennyi, másnap egykor van a wake-up call, szóval, ja. De azért jól telik, jó van. Azért örülök, hogy csináltunk legalább valamit. Próbálom a hajamat itt normálisan tartani, de nem nagyon megy. Na, visszaértünk a hotelba. Igazából, hát így kb. Összefoglalom, még elmentünk a Targetba, Rossba,
vásárolni. Én nem vettem semmit, de a többiek szerettek volna vásárolni ilyen cuccokat, mert például Rossba lehet kapni, ugye, aki nem tudná, Amerikában a Rossba lehet kapni leértékelve márkás dolgokat, ami tényleg, tényleg jó. Tehát Nike cuccokat, Puma, Reebok, nem tudom, vagy akár Calvin Klein, szóval elég jó, én tényleg amúgy szeretem, csak nekem nem kellett semmi. Aztán úristen, az utcán nagyon gáz emberek voltak, tehát van két utca itt Seattle-ben, ami homeless people, de oké, csöves az csöves, de nem az, mint Európában, hogy csöves, és nem jó, hagyja, csak pur, tudod. Jó, néha be vannak nem drogozva, de mondjuk drunkok, hogy mondják azt. Jó, Istenem, ittasak, tehát be vannak rúgva, vagy ilyesmi, de nem, itt őrültek. Az egyik éppen undormányt csinált magával, egy csávó, jó, értitek, most nem mondom ki. Akkor a másik valamilyen metal fegyvert éppen kreáltott magának. A harmadik belőtte előtt, hát én szerencsére nem néztem oda, egy nő magát, hát nem tudom. Jó. Tehát mindegy, letudtuk. Azért, ha Seattle-be jártok, este arra a helyre ne menjetek, tehát ez a rossz Target környéke, stb. Mert jaj, nagyon sok a csöves, és ez az őrült csöves, még a rendőrség is kijött, meg nem tudom, szóval, hogy azért ez elég szomorú, de ez van. Jó, de amúgy maga a city az magában szép, tehát mondom, láttátok a felvételeket, magában szép, szóval nem mondhatok így, csak hát az emberek, jó, hát mindenki lakatlan szigeten akarna élni néha, de ja. Na jó, ez egy ilyen zárójeles rész volt, de elnézést kérek, hogy így kiakadtam, de tényleg így sokkolt minket. Utána már mementünk szupermarketbe, aztán a hotelba megettünk, ezt tettem én. Ez egy seafood linguini volt, tehát tengergyümölcsei tészta, nagyon finom volt, volt benne scallops, mussel, crab, szalmon, lazac, jó, miért angolul mondom, nem is értem. Szóval akkor kagyló, lazac, kis polip, rák, nagyon finom volt. Az a lényeg, nagyon finom volt, aztán hát már összeesünk, mert Dubajban, nem tudom, már reggel 7 van talán, tehát olyan, mintha egész éjjel fenn lettünk volna, ugye? Szóval most jön ki ez a fáradtság, látjátok, megint belefogtam a kamerába, elnézést kérek, ezért nem tudom, hogy ez mindig, ha elfáradok, vagy nem figyelek oda, akkor belefogok. Na mindegy, most itt lezárnám ezt a vlogot, ezt a videót. Remélem azért tetszett nektek Seattle, és átjött a vibe-ja. Még szeretnék jönni ide, mert még pár dolgot, de ahhoz kell autót bérelni, amit már nem tudtunk most. Elmenni egy vízeséshez, ami nagyon szép, láttam róla képeket, meg még van más, hikingolni is lehet, nem a City-ben lenni, mert azt már majdnem mindent láttam. Még a pop múzeumban úgy azt megnézném, de úgy ennyi, és ja. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és velem tartottatok újra. Ha tetszett, akkor kérek szépen egy lájkot és egy feliratkozást, kövessetek be IG-n, ha több információt szeretnétek megtudni a kis életemről, ha van kedvetek, kérdezhettek kommentben bármit Seattle-el kapcsolatban, vagy akár USA Flight-tal kapcsolatban, szívesen válaszolok, és várlak titeket legközelebb. Egy újabb vlogban, remélhetőleg újabb városban, országban, és ja, bemutatom nektek. Sok puszi, és vigyázzatok magatokra!